kettő buszút, utána kétszeri átszállás, de hát isen itt Kopenhágában nem kellett sokat utazni. Megvisel egy ilyen utazás? Elég fárasztó, a csapat nevében is mondhatom. Bár ma ahhoz képest elég hamar ideértünk szerintem, és nem is kellett annyit várakozni, mint általában, úgyhogy most már ez egy jó fogás a pihenés. Ilyenkor el tudsz aludni a pihenő alatt? Tudsz relaxálni? Attól függ, mennyi időnk van, hogyha csak ilyen egy óra, másfél, akkor nem szívesen, akkor nem tudok fölkelni. Viszont ha több óra is áll rendelkezésre, hogy pihenjünk, akkor mindenképpen fogok aludni. Jön egy nagyon fontos mérkőzés egy dán csapat ellen. Kellemes emlékeink vannak Dániáról, közel egy éve Aalborgban sikerült nyerni. Sikerülhet holnap is? Igen, én bízom benne, hogy mi lehetünk a találkozó esélyese, és ezt be is bizonyítjuk volna. Holnap, illetve van még ma egy edzésünk, ahol begyakoroljuk még a játék finomságait, és utána nekivágunk holnap a mérkőzésnek. Mindenképpen nyerni szeretnénk, úgy gondolom, hogy ez egy sorsdöntő két pont lehet, hogyha idegenben tudunk szerezni most a holnapi nap, és ezzel talán elindulhatunk még jobban felfelé. Milyen csapat ez a dán csapat? Három veresége van, de hát azért nem lehet egy kézlegyintéssel intézni őket. Igen, játékos állományilag egy jó csapatról beszélünk, volt világsztárokkal, jelenleg is nagyon jó játékosokkal. Úgy gondolom, hogy eddig elért eredmények nem tükrözik a valós tudásukat. Remélem, hogy vasárnapi mérkőzés után is 0 ponttal fognak állni a csoportban, mi pedig 4-jel.